Gyimesi Gábor volt a Jobbik polgármester, jelöltje Pécset, és az ellenzéki pártok formációk közül egyedül a Jobbik az, amelyik meg tudta őrizni a közgyűlésbeli súlyát, szerepét a két képviselőjével. Siker vagy kudarc ez az őszi októberi választás? Hát őszintén szólva jobb eredményre számítottunk, csak az magasabb részvételre lett volna szükség. Szerintem megdöbbentő az, hogy Pécset ilyen kirívóan alacsony lett a részvétel, és ez köszönhető annak, hogy a vezető pártok a sárdobálásaikkal ugye megutáltatják az emberekkel a politikát, holott a politikának az emberekről kellene szólnia. Tehát pont az lenne a fontos, hogy amikor a demokrácia ad egy alkalmat arra, hogy mindenki kinyilváníthassa a véleményét, akkor jó lenne, ha mindenki elmenne, és mindenki kinyilvánítaná a véleményét, és nyilván akkor nem ilyen összetételű lenne a közgyűlés, de sajnos az elmúlt 25 év vezető pártjai miatt már a politika az egy szitok szó lett, és azt gondolom, hogy ezen kellene változtatni, hogy vegyék észre az emberek, azért vannak olyan politikai erők, akik nem a saját zsebükre dolgoznak, ilyen például a Jobbik, hogy mögöttünk nem állnak olyan pénzügyi körök, akik pénzelnének minket, és utána várnak valami ellenszolgáltatást, mint az MSZP-nél is, vagy a Fidesznél akár említhetném ezt a dolgot, akiket ki kell szolgálni. Mi a múltban is, a jövőben is mindig azoknak az embereknek az érdekeit fogjuk képviselni, akik bérből, fizetésből élnek, vállalkozók, tehát magyarul vállukon viszik az országot. Változik a Jobbik ellenzéki stratégiája, politikája az elkövetkezendő 5 évben? Mi eddig sem, hogy mondjam, pártérdekből politizáltunk, hanem mindig ügyek mentén. A legfontosabb mindig a pécsi városlakó lesz a szemünkben, és az, hogy minden közpénz, de minden egyes forint, tehát erre az érdekre költsünk el, és nem hát haverok zsebébe, meg tanácsadói, meg egyéb jogászok szerződéseire verjük el a közpénzt, főleg nem jutalmakra. Ugye ez is jobbikos javaslat volt egyébként, amit a Fidesz kisajátított magának, hogy Pécset politikus soha többet ne kapjon jutalmat, ők egyszerűen csak megnyomták az igen gombot erre a javaslatra. Tehát mi ezt a politizálást fogjuk a jövőben is folytatni. A nemzeti érdek, és ezzel együtt a város érdeke lebeg a szemünk előtt. Tehát nem azt nézzük, hogy kinek a javaslata, hanem azt nézzük, hogy az ügy a szolgálja a város érdekét, vagy nem szolgálja, és amennyiben úgy látjuk, hogy szolgálja, akkor természetesen ilyennel szavazunk, ha meg nem, akkor nemmel szavazunk, illetve a mi előterjesztéseink, a mi módosító javaslataink is mindig abba az irányba mennek, hogy akik a legtöbbet tesznek ezért a városért, akik a legtöbb adót fizetik be, a legtöbb terhet viszik, az ő érdekeiket tartjuk mindig szem előtt, és az ő érdekükben igyekszünk politizálni.